Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk a megvilágosodás titka, és egy útról szeretnék neked beszélni, ami egészen a megvilágosodásig visz, sőt, azon felül, mert a megvilágosodást bár egy adott időpontként szokták definiálni, egy adott állapotként, amit hogyha elér az ember, akkor már hova tovább, viszont a végtelen van fölöttünk, tehát a megvilágosodás egy állomás csak, amely után tovább tudsz majd világosodni. Ha megvilágosodást mégis meg kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy amikor az ember felismeri önmagát, amikor elengedi a fizikai ént, a személyes ént, az egyéni ént, és a felsőbb énnel képes azonosulni, tehát a megvilágosodás nem más, mint az énség mentén való felemelkedés, méghozzá az életfán, hiszen az életfa az, amin leszülettél ebbe a világba, és így az életfa az, amin fel is tudsz emelkedni. Ezt megteheted tudatosan, az életfa egyes állomásain emelkedve fölfelé, vagy megteheted tudatlanul, különböző technikákkal, módszerekkel, de lényegében ugyanazokat az állomásokat végigjárva, mintha az életfán tudatosan haladnál. Itt a mögöttem lévő spirituális önfejlesztés tanán mi az életfa állomásain haladunk fölfelé, egészen a felsőbb énnel való azonosulásig. Ezek kulcsok, amiket odaadok neked, ez egy 6 hónapon át, 8 állomáson megyünk végig, és én odaadom neked azokat a módszereket, amivel át tudod magad alakítani, és tudod emelni az énségedet. Ez nem jelenti azt, hogy te ezt 6 hónap alatt meg is tudod csinálni. Ezek a fokozatok nem úgy épülnek egymásra, mint az erők tanán, hogy meg kell csinálni sikeresen egy fokozatot ahhoz, hogy tovább lépj a következőre. Inkább egy kulcskészlet az élethez, hogyha bármely szituációba keveredsz, akkor tudjad, hogy az hogyan oldjad meg, és emellett folyamatosan fejleszted magad, és emeld az énségedet, hogy eljussál a felsőbb énig. Hogy neked ez 6 hónap kell, 6 év vagy 60, az rajtad áll. Az a kérdés, hogy mennyi időt, energiát teszel bele abba, hogy te egyre jobban emeld a minőségedet, és attól függ, hogy te mekkora fokú változást tudsz elviselni az életedbe. Tehát egy dolog, hogy beleteszel sok energiát, és elindul a változás, de vajon mennyit tudsz befogadni ebből? Mi az a változás, amire azt tudod mondani, hogy ez még számodra elviselhető? Hiszen a te életed általában az állandóságról szól, és a tudatalatti tudatod az állandóságot szereti, és minden dolgot az életedbe, aként magyaráz számodra, úgy értelmezi a dolgokat, hogy te ne lássál benne változást, vagyis elveszi tőled a fejlődést. Tehát a fejlődést azt te tudatosan tudod felgyorsítani, és tudatosan tudod befogadni, és rugalmasan állni az élethez és önmagadhoz. A felemelkedésnek, a megvilágosodásnak az első lépése az önismeret. Ismerd meg magad, hogy te milyen vagy, fizikai, lelki, szellemi minőségbe. Mi itt az önfejlesztés tanán úgy haladunk, hogy először fizikai, aztán lelki vagy asztrális, és aztán szellemi minőségnek a felemelése. Te egy test, lélek, szellem hármasság vagy, és ahhoz, hogy az énségedet emeld, mind a három testedet, tehát fizikai, lelki test vagy asztrál test, és szellemi test, tehát ezzel a három testtel nézed az előadást, tehát mind a három testedet egyensúlyba kell hozni, vagyis meg kell szabadulnod a fizikai betegségeidtől, el kell engedni a lelkedből a negatív érzéseket, félelmeket, negatív jellemvonásokat, és ki kell egyensúlyozni a szellemedben a 4 elemet, tűz, víz, föld, levegő, vagyis akarat, értelem, érzelem, tudatosság. És mikor mind a három testedben egyensúly vagy, lényegében akkor élsz el a felsőbb énhez. Ezt a spirituális erők tanán így tanítjuk. Az önfejlesztés tanán pedig szigorúan az énség mentén haladunk fölfelé. A két képzés nagyon jól kapcsolódik egymáshoz, és hogyha elindulsz valamelyiken, érdemes mellé tenni a másikat, mert ez a két nézőpont, ez a két út nagyon szorosan kapcsolódik össze az elemek által, hiszen ez a 4 elem, ez az életed mindennapjában ott van, testi, lelki, szellemi szinten, és nagyon fontos, hogy megértsük őket, megismerjük őket, és irányítsuk őket. Na, kanyarodjunk vissza a spirituális önfejlesztés tanára, ami nagyon szépen emel téged egészen a megvilágosodásig. Tehát az elején önismeretről szól. Összeírjuk a jellemvonásainkat. Hogyha videó alatt feliratkozol a hírlevélre,
akkor küldök neked 513 darab jellemvonásból álló listát, arra kérlek, hogy nyomtasd ki, és szépen húzgáld alá, hogy mi az, ami igaz rád. Az önfejlesztés tanán minden állomáson egy utazásra viszlek el téged, egy szellemi utazásra, és a naprendszer erőire, bolygóira látogatunk el, tudatát helyezéssel mentálisan, egy-egy inkubátorba, hiszen a naprendszer bolygóin keresztül születsz ide le, minden bolygó hozzáad valamit a te minőségedhez, és ezeket kell neked rendbe tenni. Tehát a Földtől indulunk, és összeírjuk a jellemvonásaidat. Ezeket elemekhez soroljuk. Föld, víz, tűz, levegő. A következő állomáson a személyiségtípusokkal fogunk megismerkedni, áttérünk a személyes én szintjére, tehát ez volt a fizikai a Földnél, áttérünk a személyes én szintjére, amikor felelősséget válasz a személyiségedért, a jellemvonásaidért, az érzelmeidért, a félelmeidért, és tudatosan elkezded rendbe tenni, ekkor átlépsz a személyes énnek a szintjére. Ennek az első lépése a személyiségtípusok megismerése, amivel egyébként a pszichológia is sokat foglalkozik, és a 9 személyiségtípusból van 1-2-3, amit gyakran használsz, van 1-2-3, amit ritkán, és van megint csak 3, amit közepesen. Tehát a megnyilvánulásaid jól csoporthosíthatók személyiségtípusok szerint, és majd amikor elolvasod ezeket a leírásokat, egyébként fönt van a YouTube-on ez a címe személyiségtípusok, hallgass meg, csináld meg azt a gyakorlatot, hogy felfedezd, hogy igenis benned van ez a 9 személyiségtípus, és nap mint nap így cselekszel. Hármasként, mikor beszélsz a főnököddel, majd kimegy a szobából, odafordulsz a kollégához, 4-esként beszélsz vele, fölhív a párod, vele 6-os vagy, és nagyon szépen így megérthetőek a viselkedések, a saját viselkedésed és mások viselkedése. A személyiségtípusok nem mások, mint 14 isteni tulajdonság elkorcsosulása, azért, mert elveszíted a jelenlétet, vagyis nem vagy jelen az életedbe, és elveszíted az egységet, vagyis az összetartozást mindenkivel. Ennek a két dolognak az elvesztése alakítja át az isteni tulajdonságokat 9 személyiségtípussá, és az lesz a feladatod itt ezen az állomáson, hogy ezt visszaalakítsd. Elengedd a személyiségtípusaidból azt a sok negatívat, ahogy megszoktál nyilvánulni, és aztán majd elengedd az egész személyiséget, mert te nem a személyiség vagy, hanem az egyéniség, ha majd átlépünk az egyéni énnek a szintjére. A személyiség az korlátoz téged, korlátozza a szabad akaratodat, korlátozza a szabad életedet, mert amikor te, mint akarat, mint egyéniség, mint értelem, mint érzelem megnyilvánulnál az anyagba, akkor a személyiség közbeszól, megszűri a te akaratodat, a te megnyilvánulásodat, és csinál belőle valamit, ami majd megnyilvánul az anyagba. Hányszor fordul veled elő, hogy szeretnél valamit csinálni, de nem úgy sül el, nem úgy csinálod, nem úgy mondod, nem úgy cselekszed, hogy igazán akarod. Mert ott van a személyiséged, ami beleszól akkor is, amikor kiáramoltatsz valamit, és beleszól akkor is, amikor befogadni, értelmezni akarsz valamit. Úgyhogy nagyon fontos, hogy kitakarítsd a személyiséget, hogy az a lencse, ami ott van közted és a fizikai világ között, az annyira tiszta legyen, hogy csak átengedje a te akaratodat, a te minőségedet, szellemi minőségedet, és tisztán tudjál megnyilvánulni, és tisztán tudjál értelmezni, megérteni itt a fizikai világban, ha már ide születtünk. Mert ez egy csodálatos hely, itt minden itt van. Minden szép és minden rossz, minden itt van. Te döntöd el életed minden pillanatában, hogy hogyan reagálsz az életre. Pozitív okokat áramoltasz ki, szeretetteljes okokat, vagy inkább valami negatív érzésből nyomod, valamilyen gyűlöletből, haragból, indulatból. Ez a te szabad akaratod itt a jelen pillanatban, hogy eldöntsd, hogy mit szeretnél. De a jelenből elvisz a személyiséged. Elvisz az a sok dolog, ami a személyiségedben, a lelkedben benne van. Ezért fontos, hogy kipucolt, hogy ne tudjon elvinni se a múltba, se a jövőbe, hanem itt tudjál maradni az egyetlen valóságban, a jelenbe, ami az életed. Akkor tudod élni az életed, hogyha ott vagy az élet minden pillanatában. És az élet folyamatosan lehetőségek sokaságát adja neked, hogy döntsél, hogy a fényt vagy a sötétséget választod, amelyiket szeretnéd. De hogyha sok sötétség van benned, az mindig meg akar nyilvánulni. Tehát ki kell takarítani, hogy ne a sötétet választ, hanem a fényt, és egyre jobbá, egyre magasabbra,
emeld az életedet. Tehát fontos, hogy a személyiségtípusokat megismerd, és átalakíts, kitisztíts, fényesebbé tedd. Aztán a következő helyszínen az értelemmel foglalkozunk. Ezt szokták szeretni a tanítványok, mert az értelem, azt ez a világ nagyon szereti. Az iskolarendszer is ezt pallírozza, hogy minél értelmesebb legyél, a munkahelyen is ezt várják tőled, hogy minél okosabb dolgokat csináljál. Ezen a helyen, Hermész könyvtárában a minden tudással fogsz megismerkedni, és arra kérlek, hogy eleinte kifejezetten a személyiséged rendbetételére használd. Az elmúlt esemény, ami most történt velem, miért történt, hogy történt, mire tanít engem, mit kell ebből megértenem, mit kell ebből megtanulnom, mit kell ebből megbocsájtanom, kitisztítanom, ami tegnap történt, ami gyerekkoromban történt. Tehát egy csomó olyan dolgot végig tudsz gondolni ezen a helyszínen, ami mérgezi a jelenedet, ami elvesz téged a jelenből. Tehát nagyon fontos, hogy értelemmel feldolgozzuk a dolgokat, ami történt velünk, és rendbe tegyük, megbocsássuk, megértsük, elengedjük. Tudjátok, a legtöbb esetben, amikor valamilyen számunkra rossz dolgok történnek, vagy rosszként értelmezett dolgok történnek, az egy félreértés. Nem akar neked az a másik rosszat, csak mond valamit, az ő nézőpontjából a legjobb dolgot, amit mondhat neked. Te viszont a te nézőpontodból úgy gondolod, hogy Úristen, hogy mondhatott nekem ilyet? Hát összedől egy világ velem, ugye? Tehát, hogyha ezeket meg tudjátok beszélni, vagy kicsit át tudsz helyezkedni az ő nézőpontjába, és megérteni, hogy vajon ő miért mondta? Biztos, hogy rosszat akart? Nem, nem. Általában nem akarnak rosszat. Általában nem is emlékszik az a másik, amit te olyan nagy sérelemként hordozgatsz, akár 10-20-30 éve, nem is emlékszik, hogy ez a dolog hogy történt, mint történt, vagy hogyha megkérdezed, akkor lehet, hogy is tudja magyarázni neked, hogy én nem akartam neked rosszat, hát a legjobb szándékkal mondtam, hát ez épp egy dicséret volt, amit te épp egy szidásnak gondolsz. Bizony, hidd el, próbáld ki, próbáld meg föltárni ezeket a múltbeli sérelmeket, Hermész könyvtára tökéletes hely, hogy értelemmel megértsed ezeket. De tovább megyünk, a következő helyszínünk pedig az érzelmekre és a félelmekre fókuszál. Hiszen amikor veled valami történik, az elsődleges válaszreakciód az mindig egy érzelem. Tehát nem értelem, érzelem. Ugyanis ez a világ értelemből és érzelemből áll, van racionális és irracionális oldala mindennek, ami történik veled. Például a 9 személyiség típus is háromfajta érzelmi és háromfajta értelmi színnek a szorzataként alakul ki. Tehát minden dolog, ami történik veled, értelemből és érzelemből is áll. Tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni az érzelmeket, az irracionalitást, nem lehet mindent megmagyarázni, így az érzelmeket sem. Tehát amikor történik veled valami, az elsődleges válaszreakciód az egy érzelem. És ezt nem tudod értelemmel megfogni. Amikor megjelent az érzelem, utána adsz neki egy értelmi formát, beteszed valamilyen köntösbe, bekerül egy személyiségtípusba, majd megnyilvánul az anyagba. De ahhoz, hogy ez az elsődleges érzelmi motor ne negatív legyen, ahhoz neked sokat kell tenni magadért, bizony sokat. Ezen a fokozaton tanulunk 6 alapérzelmet, ennyi alapérzelmed van, 6 fajta, 6 csoportba sorolhatok az érzelmek, amiből 5 negatív. Hát hihetetlen. Hát nem jó az arány, igen, de hát innen szép nyerni. Ezért is fontos, hogy ezt a sok negatív érzelmet, ebbe a tananyagban 230 érzelem van leírva. 230. És ennek jelentős része negatív. És ezt mind te csinálod. Igen, de nem az összeset szerencsére, de nagy részét azért része a te életednek is ezeknek az érzelmeknek. És amikor egy negatív érzelmen ráteszel egy értelmet, majd egy személyiségtípust, és így áramoltatsz ki egy okot, annak az okozata, ami visszatér hozzád, hasonlóan negatív lesz, mint amit kiáramoltattál. Tehát ezzel nem úgy emeled magadat, hanem nyomod egyre lejjebb. Tehát nagyon fontos, hogy kitisztítsd az érzelmeidet, és tiszta szeretetté alakítsd. Mert ha tiszta szeretet a motorja a cselekedeteidnek, akkor az is tér vissza hozzád, és egyre szeretetteljesebb életet tudsz élni, békében, boldogságban, szeretetben tudod élni az életedet, egy olyan életet, amilyet csak te szeretnél, hiszen az akaratod annál jobban tud megnyilvánulni, minél tisztább vagy, annál jobban nő a szabad akaratod, a teremtő erőd, ahogy tisztulsz. Tehát érdemes tisztítani magadat, hogyha egy jobb életminőségre vágysz. És mindig lehet jobb életet élni annál, mint ami jelenleg van neked. Ezen a fokozaton a félelmeket is elengedjük. Az emberek
leggyakoribb döntéseinek az alapja a félelem, és a legerősebb félelem az embereknek a halálfélelem. Tehát engedd el a félelmeidet, hogy te tudjál dönteni, és ne a félelem döntsön helyetted. Ez egy félelem alapú világ, nem tudom, észrevetted-e, hogy állandóan félelembe igyekeznek téged tartani. Ne hagyd magad. Te egy ragyogó fény vagy. Fordulj szembe a félelmeiddel, ezt fogjuk csinálni ezen a fokozaton. Szembe fordulunk velünk, és rájövünk, hogy az a félelem az nem is valós, amitől annyira tartunk. Mert a félelem a jelenben tartás egy jövőbeni eseménytől, de sosem úgy történik meg, ahogy félsz tőle. Sokkal gyengébb, sokkal kevésbé kellemetlen helyzetek történnek meg, ha egyáltalán megtörténnek. Persze a teremtő erőddel és a félelemmel képes vagy megteremteni azt a rosszat magadnak, de azért hál' Istennek az átlag embernek nincs olyan nagy szabad akarata, és ezért ez a sok félelemmel már rég a sárga föld alá alázta volna magát az emberiség, úgyhogy ha tisztulsz, nő a szabad akaratod, és egyre inkább tudod teremteni a valóságodat, engedd el a félelmeket. Aztán tovább megyünk a nap birodalmába, a következő helyszínen az egyéni én szintjére emelkedünk, még mindig foglalkozunk a személyiség rendbetételével, de már inkább visszatekintésként, tehát kívülről szemléljük a személyiséget, az egyéni énnek a nézőpontjából, a te szellemi minőséged nézőpontjából, a te tudatosságod, aki most figyel rám, ez vagy te, aki tud rám figyelni, és a te tudatodat tudod különböző helyekre áthelyezni, időtől és tértől függetlenül képes vagy létezni. Te vagy az, aki leszületik ebbe a világba, és sok életet él meg, nem csak ezt az egyet, és erre leszel tudatos itt a nap birodalmába, hogy bizony neked több száz életed van még ezen kívül, és ezen a helyszínen be tudsz lépni ebbe a világba. Ugye a mesebeli aranyváros keresik sokan, most az aranyváros nem egy fizikai helyszín, hanem a te inkarnációs ciklusod sokasága, és oda tudsz belépni, és ott tudod megtekinteni azt, hogy milyen életet is élsz máshol, egyébként hasonlót, mint ehhez, hiszen a szellem, aki te vagy, az minden életben ugyanaz. Tehát te szellem fejlődsz sok életen keresztül. És azért javaslom ezt megtenni és ide belépni, mert hát vedd észre, hogy ez egy játék, és most épp az egyik játszótéren, vagyis játszod ezt a színdarabot. Nem kell ezt olyan véresen komolyan venni, hanem kicsit lazán játszani. Ezen a helyszínen például azt is megtesszük, hogy a naprendszer befolyásait semlegesítjük. Biztos hallottál a horoszkópokról, a csillagjegyekről, nos ezek nem határozzák meg az életedet, csak befolyásolják, de nem kell, hogy hagyd, hogy befolyásolják. Te, mint szellemi, ragyogó szellemi tudat, képes vagy ezeket a befolyásokat fényé alakítani, és megszabadulni tőlük, hogy tényleg úgy tudjál megnyilvánulni, amilyen te vagy valójában. Aztán tovább megyünk, a következő helyszínünk, ott egy nagyon erős teremtő technikát tanítok neked, átadom a pentagram titkát, és ezzel a technikával és a négy elem erejével bármit meg tudsz teremteni az életedbe, jól figyelj majd, hogy mit, mert megvalósul. Én azt javaslom, hogy elsősorban személyiség átalakítására használd, másodszorban pedig arra, hogy elengedd a vágyaidat, ugyanis ha egy vágyat nem tudsz elengedni, akkor éld meg. Tehát ezzel a technikával meg tudod teremteni a vágyadat, meg tudod élni, és utána majd el tudod engedni, mert rájössz, hogy nem is olyan csodálatos és rózsaszín az a dolog, aminek te gondoltad, de csak akkor fogsz rájönni, hogyha már benne vagy, és éled azt a dolgot, amire most jelenleg annyira vágysz. Jó, hiszen az anyag elengedése rendkívül fontos nekünk, főleg ahogy megyünk felfelé, a felsőbb én szintje felé, hogy egyre inkább elengedjük az anyagot, és ez a sok-sok vágynak az elengedése, ez nagyon sokat segít neked az anyag elengedésébe. Következő fokozatunkon ok-okozati összefüggések elvágásával foglalkozunk, vagyis azzal, hogy egy általad régebben kiáramlatott okot, aminek majd lesz a jövődben egy okozata, tehát a múltat és a jövőt az okokozati szálak kötik össze, ezeket a szálakat szépen elvagdossuk, méghozzá úgy, hogy megértjük azt az okot, és nem kell, hogy megtapasztaljuk az okozatot, hanem előtte képesek vagyunk megérteni, elvágni ezt a kapcsolatot, és ezáltal kitisztítani a jövőnkből ezeket az okozatokat, ami annyira talán nem előnyös a számodra. Ugye mondtam, hogy elég sok negatív okozatot áramoltattál már ki a múltadba, amik majd visszaköszönnek a jövődbe, mint okozat, de itt ezen az állomáson bizony lehetőséged van arra, hogy ezeket elvágd, megértsd, és már is sokat tisztítsál a jövődön.
És az utolsó, a nyolcadik állomáson pedig a felsőbb énnel való azonosulásnak a gyakorlatát fogjuk megcsinálni. Itt az lesz a feladatod, hogy mindent elengedjél, ami a fizikai, személyes és egyéni énedhez kapcsolódik, mindent, mert akkor már csak a végtelen marad, ugyanis ezek a dolgok, ezek a fix pontok az életedbe, ezek mind kötnek téged valahova, és a felsőbb én pedig nem kötik. A felsőbb én a végtelenben él, végtelen térben, végtelen időben, végtelen erőben, végtelen szeretetben, végtelen tudásban, végtelen jelenlétben, tehát nincs fix pontja, ezért a fix pontjaidat kell majd elengedni, és erről fog szólni a gyakorlat. Egyébként, hogyha eljössz a Szabadságföldje 2 képzésre, ott is van 3 ilyen gyakorlatunk, amivel nagyon sokat tudsz tenni a felemelkedésedért, a megvilágosodásodért. De egyébként a felsőbb én még mindig nem a mindenség, a felsőbb én is tovább tud emelkedni, hiszen mondtam neked, hogy a megvilágosodás az nem egy állapot, hanem egy út, tehát felsőbb én minőségedben is tovább tudod emelni a minőségedet, hiszen a végtelen van még akkor is feletted. Felsőbb én szokták hívni egyébként őrangyalnak, szellemi vezetőnek is, az is te vagy, aki segíti az egyéni énjeit, több száz egyéni ént hoz létre egy felsőbb én, és küldi le ide az anyagba, mint például téged. Ugye az a kérdés, hogy amikor azt mondod, hogy én, akkor mivel azonosítod magad? A fizikai énnel? A személyes énnel? Az egyéni énnel? Vagy a felsőbb énnel? Csak tőled függ. Nincs senki fölötted kis kalapáccsa, hogy azt mondja, hogy ne tovább. Ugye? Csak a te tudatosságod, jelenléted, akaratod dönti el, hogy meddig emelkedsz ebben az életedben, és hova tudsz eljönni. Én ezt kínálom neked, a spirituális önfejlesztés tanát. Február 19-én indul a következő csapat. Ugye ez egy 6 hónapos képzés, 8 fokozatból áll, 4 hetente vannak a fokozatok, és mindig egy gyakorlatot adok minden fokozaton, ami egy összetettebb gyakorlat, és ezt javaslom minden nap gyakorolni, egy napi fél órával, de hogyha egy héten 3x20 percet rászállsz, már akkor is nagyon sokat tettél a saját felemelkedésért, de hát te döntsd el, hogy mennyire vagy fontos magadnak, úgyhogy minél fontosabb vagy, annál több időt, pénzt, energiát szánjál magadra, és annál jobban emelkedjél, hogy megvilágosodjál, vagy még följebb kerüljél, még a megvilágosodás fölé is lehet kerülni. És egyébként van célja ennek az útnak, van célja annak, hogy az ember világosodjon. Ugye beszéltem már a korábbi videóimban a Szabadságföldjéről, tehát oda tudsz átjutni ebből a fizikai világból, hogyha kiszabadulsz ebből a világból, akkor a Szabadságföldjére tudsz kerülni, mely egy fizikai világ még mindig a Föld felszínen van, ott tudsz élni akár több ezer évet, egy sokkal szabadabb világban, mint jelenleg, amit itt megélsz. És egyébként, hogyha onnan is kikerülsz, és egy nagyon magas minőséget tudsz elérni, akkor bekerülhetsz a belső földre, erről lesz egy képzésem egyébként most február 12-én, ahol a belső földön meglátogatjuk ezt a világot, és egy olyan csodálatos világba látogathatsz el velem, ahol még nem jártál és el se tudod képzelni, hogy ott mi minden történik, hogy az elemlényekkel együtt vagyunk, és részt vehetünk mondjuk egy törpének a lakomáján, vagy a sellők fogják az érzelmeinkkel egy csodálatos szimfóniát csinálni, megmozgatni az érzelmeket csodálatos módon, vagy például a tündérek énekével tudunk elrepülni szerte az univerzumba. Szóval nagyon sok különleges dolgot tartogat neked február 12-én a belső föld képzés, amire várlak szeretettel, és előző nap, február 11-én lesz a születésnapi bulim, ahova szintén várlak szeretettel, hogyha küldesz egy e-mailt, akkor küldöm a részleteket. És itt is aludhatsz a kettő között, a csapat nagy egyébként, és sokan töltik itt a hétvégét, úgyhogy gyere, ismerd meg a csapatot, nagyon szeretetteljes, elfogadó, együttműködő, csak jó dolgot tudok mondani a csapatról. Az itt lévők hosszú évek óta csinálják ezeket a gyakorlatokat, és nagyon sokat fejlődtek, emelkedtek. Gyere a közösségünkbe, és ismerj meg minket. Ezen felül, hogyha feliratkozol a hírlevélre itt a videó alatt,
akkor küldök neked listát, hogy miben tud neked segíteni ez a képzéssorozat. Van benne egy 25 gyakorlatból álló melléklet is, ami ingyenesen elvégezhető, fönt vannak a YouTube-on, és nagyon sokat tudsz tenni ezekbe a gyakorlatokba a tisztaságodért, az egészségedért, illetve van benne még egy 11 oldalas hitrendszer lista is, tehát a videó alatt iratkozz fel a hírlevélre, hogyha feliratkoztál, de nem kapsz még hírlevet, akkor spambe került, kérlek rakd át, hogy nem spam, és ezentúl akkor kapni fogod a hírlevelet. És ezen felül pedig szeretnék neked mondani még néhány dolgot, ahol el tudsz jönni a közösségünkbe. Február 17-én, két hetente péntekente tartok egy bolygós gyakorlást, ahol egy-egy képességet tudsz fejleszteni. Most február 17-én a bátorság bolygóra látogatunk el, és a bátorságodat tudod fejleszteni. Ugye mondtam, hogy ez egy félelem alapú világ, úgyhogy nagyon fontos, hogy bátor legyél, és ezt a bátorságodat folyamatosan tud fejleszteni. Ez kétszer egy órából áll. Az első órában megkapod a gyakorlatot, el tudsz látogatni, nő a bátorságod, a második egy órában pedig olyan fizikai eszközt tudsz készíteni, amely folyamatosan és automatikusan növeli benned az adott képességet, ilyen esetben a bátorságot. Február 18-án pálcaképzés lesz, erőktan a 3-as fokozatán nagyon javaslom eljönni, 6-os és 8-as fokozat után is. Különböző fajta eszközöket tudtok készíteni ezen a képzésen, kiküldtem róla a hírlevelet a belső fórumra, úgyhogy gyertek és végezzétek el. Ugye ma van a jelentkezési határidő, úgyhogy jelentkezz, ha szeretnél. Február 19-én önfejlesztés tanaképzés, amiről beszéltem ma, az énség felemelkedéséről, önmagad rendbetételéről. Február 25-én szervregeneráló 8-as fokozat, nemi szervek rendbetétele, egészségessé tétele, egészségesen tartása. Ez egy 11 részes képzés, bármikor be tudsz csatlakozni, havonta vannak az egyes fokozatok, és az egész tested, az egész szervrendszeredet rendbe tudod tenni, azt javaslom, hogy gyere, olyan pozitív hitrendszereket is része a képzésnek, ami által nem csak a tested, hanem a lelked, a szellemed és az egész életed meg fog változni, hiszen jelenleg nagyon sok korlátozó hitrendszered van, úgyhogy ne hagyd magad, vigyél be ellenkező hitrendszereket, hogy tisztább, szabadabb legyen az életed. Február 26-án pedig a képességfejlesztés a bolygókon első része, ez egy 5 részes képzés. Az első részen 10 olyan bolygóra látogatunk el, ami nagy mértékben növeli a képességeidet, például a szellemi képességed, itt van az egyesen, akarat, értelem, érzelem, tudatosság, ezeket tudod növelni, vagy például a fizikai egészséget, a lelki tisztaságot és a szellemi egyensúly is. Ezen az első fokozaton van, úgyhogy gyertek és csináljátok meg, mert ezek a képességek nagyon sokat jelentenek az életedben. Rendben van. Hát várlak szeretettel, remélem mielőbb találkozunk. Ugye most hétvégén születésnapi bulim, illetve a belső földnek a képzése, és aztán a hírlevélben pedig sok részletet megtalálsz, a videó alatt iratkozz fel, és akkor el fogom neked küldeni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg ismerőseiddel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!